Köszöntöm a kedves virtuális, illetve valós nézőket a képernyők mögött, itt a Sivatag templom című kiállításon. Ez a kiállítás két részből áll, ami mögöttünk látható, az egy könyv installáció. Erre az általam Egyiptomban írt naplomból rövid válogatott kis részek vannak vetítve. Önriport fotókat készítettem magamról, ami azt jelenti, hogy leállítottam mindig egy állványra a fényképezőgépet időzítővel, mindig visszamentem a történésbe, és elkattant a fénykép. Főleg olyan részeket válogattam ki, amik valahogyan kapcsolódnak a sorozathoz, akár magáról a viseletről, hogy kik viselik ezt a ruhát, miért, milyen szabályok kötik őket. Útitársaim húzták fel magát ezt az ortodox viseletet, ezt a ruhát, és ők segítették a képek létrejöttét, ők szerepelnek a képeken. Hoztam magammal egy kérdéssort, néhány ismerősöm, barátom írtak nekem kérdéseket, mert úgy gondoltam, hogyha itt lenne egy valóságos tárlatvezetés, akkor az érdeklődők biztosan feltennének nekem olyan kérdéseket, ami őket foglalkoztatja a képekkel kapcsolatban. Első kérdés, hogyan történtek ezek a fotózások, hogyan instruáltad a képeken szereplő fekete ruhásokat? Régen is nagyon foglalkoztatott az, hogy olyan megrendezett autonóm riport képeket készítsek, amiken nem látszik, hogy meg vannak rendezve. Na most, hogy történik egy ilyen fotózás? Mindenképpen az ember egyszerre figyel, tehát tölcséré változik kifelé is, befelé is, tehát nagyon figyeli azokat a belső rezdüléseket, üzeneteket, hogy mi is az igaz, mi az, amit neki most tényleg meg kéne örökítenie, és ugyanakkor pedig koncentrálni arra a pillanatra, hogy mikor történik meg, és arra fókuszálva mondjuk jókor megnyomni a gombot. Ugye ez egy általános igazság a fotózás tekintetében. Kísérőmmel itt éppen Bársony Júliával bemegyünk ebbe a romvárosba, ami egyébként Dakhla romvárosa, az egyik legszebben megmaradt romváros Egyiptomban. Itt tehát megtaláltam ezt a képkivágást, azt kértem Julitól, hogy kérlek, járkálj a képben. Én ugye leállítom a kamerát, felvételeket készítek, és ami még nagyon fontos egy ilyen kép elkészülésében az az, hogy otthon, a szálláson elővettem ezeket a képeket, akkor ugye ennél sokkal több alak jelenik meg, több képet készítek, és egy nagyon izgalmas dolog, amikor ott kiválasztom azt, hogy mi a legigazibb alak. Tehát egy alaknak a formája, a jelenléte, a mozdulata, hogy mennyire kifejező, és ez nagyon, nagyon élveztem, hogy utólag ezen is tudok alakítani, és ilyen módon a képkészítésnek egy nagyon fontos eleme az utómunka. Mint ahogy egyébként itt számomra fontos volt az is, hogy erősen szaturáltam a képeket, sárgásabbak, mint a valóságban, de ettől valahogy az az érzés, ami engem átitatott, ott úgy érzem, hogy kifejezésre kerül. Mennyire voltál kiszolgáltatva a változó fényeknek? Mi a fény szerepe a képeken? Általában Egyiptomban nagyon erősek a fények, tehát ritkán van felhő az égen. Ezzel a fotósnak elég nehéz dolga van, mert a direkt fényeknél nagyon erős a fény-árnyék közötti különbség. Ennél a képnél például az asszociáció, hogy szemeket látok, és hogy egyre szűkül a pupilla, ez már ott is rögtön megfogalmazódott a helyszínen. Itt sokkal inkább szórt fényeket látunk, és ettől sokkal lágyabb maga a kép. Amikor megjelennek a szórt fények, azt érzem, hogy sokkal túlvilágibb maga a hangulat. Engem mindig is az mozgatott, hogy olyan világokat teremtsek, vagy próbáljak láthatóvá tenni, ami nem látható, vagy ami nincsen. És pont ennek a viseletnek aztán a titokzatossága azt hozta bennem felszínre, hogy
lelkek. Tehát tulajdonképpen számomra ezek az asszonyok nem csak, de sokszor úgy gondolok rájuk, mint lelkekre, vagy szerzetes nőkre, és nem is szükséges ezt pontosan megfogalmazni szerintem. Ez a kép egy kicsit ugye kilóg a többi közül, mert vízhordó edényeket tartanak az asszonyok. Mellesleg nekem ez eredetileg célom lett volna. Nagyon szerettem volna, hogyha vannak eszközök az asszonyok kezébe. Az utat során hogy érzed? Kaptál-e egyfajta választ, megértést arról, hogyan élik meg a belső szabadságukat ezek a nők, illetve hogy megélik-e egyáltalán tényleg? Most ebben a járványhelyzetben még sokkal könnyebb elképzelnünk, hogy hogyan is élhetnek ezek a nők, hiszen most ugyanígy élünk mi is. Nem mehetünk el otthonról, ha kilépünk az ajtón, maszkot kell húznunk, és ők is így élnek. A legtöbb ilyen nőnek megvan a feladata, és nem biztos, hogy bármennyiben is hátrányát érzi. Vagy például, amikor vásároltam ezeket a ruhákat, bementem ezekbe a boltokba, és a nők így fölcsapták ezt a fájdalmat az arcuk elől, és olyan vidáman csevegtek, mint itthon nálunk, vagy talán még vidában van, mert hogy ott sokkal temperamentumosabbak az emberek. De térjünk vissza magához, a sorozathoz. Itt még mindig falak között vagyunk, tehát azok a képek, amiket eddig láttunk, azok valahogy egyfajta bezártságot mutatnak, vagy pedig azt a szolgálatot, amiben élnek ezek a nők. Mondjuk elképzeljük, hogy egy ilyen zárkában él egy ilyen fekete asszony, fekete ruhás asszony, mint egy nagyon hasonlít például ez a kép, akár egy keresztény szerzetes nőhöz, apácára is. Ha megyünk tovább, akkor ezen a képen megjelenik valami fajta ihlet. Azt a címet adtam ennek a képnek, hogy keleti szél. Tényleg az volt a fontos, ahogy a szél megfújta ezt a ruhát. Örülök neki, hogy ezt sikerült így elkapni. Van egy olyan kérdés például, hogy mi a fekete szín szerepe a számomra? A fekete az nagyon jól összerímel azzal a titokzatossággal, amit ez a ruha sugall. Nagyon érdekeltek a labirintusok is. A labirintus közepében a földanya, az a igazi fekete föld, és nagyon érdekes, mert itt jön be az, hogy ilyen módon a termékeny anyaföld fekete. Tehát, hogy egyszerre van ezekben a nőkben, vagy ezekben az alakokban egy olyan túlvilágiság, és talán szellemi értelemben vett termékenységről beszélünk, de ugyanakkor pedig pont a fekete anyaföld miatt gondolhatunk az igazi fizikai termékenységre. A mélység, a tudattalan mélysége nagyon-nagyon sok mindent jelent a fekete szín szimbolitikailag. A sorozatom az teljesen elrugaszkodik egyébként a valóságtól. Tehát azon túl, hogy tényleg ezt a ruhát én használtam, mint jelmez, és érezhetünk a képekben, akár dramaturgiailag, meg bárhogy utalást arra, amit ez a ruha számomra, illetve akár a nők számára jelent, sokkal elvontabban is értelmezhetőek ezek a képek. Tehát, hogyha megyünk még tovább, akkor itt kijutnak a nők a sivatagban. Mint hogyha lenne egy nő, akiről kiemelten szó van, akit követnek a többiek. Tehát itt is azt kértem, hogy kérlek, menj végig, vagy esetleg szóltam, hogy most ott kérlek, állj meg és nézz vissza. És aztán később eldöntöttem, hogy ez valahogy így nagyon erős. Ahogy ott van egy nő, picibe távol, ahogy visszanéz, és látunk ilyen árnyékokat. Számomra egyébként ezek vészjóslóak, hogyha egyedül önmagában értelmezem őket. Hogyha pedig sorozatban értelmezem, látom, hogy itt belépben egy ruha, akkor inkább csak egy ilyen felismerés, hogy hoppá, jönnek a többiek is, együtt megyünk. A kép címe Összetartás.
Itt is megkértem édesanyámat, hogy kérlek, menj végig ezen a dűnén. Te szeretnék egy ilyen képet létrehozni. Ugye, miből jöhet egy ilyen koncepció? Ha mögöttem lenne a nap, akkor küzdenem kellene a magam előtt lévő árnyékkal. Tehát néha vannak ilyen egészen praktikus gondolatok is. Vagy éppen meglátok egy képet. Azt mondom, hogy igen, most ott mennek ezek a nők. Már látom is magam előtt. Itt mindenképp nagyon fontos a fény, mert tényleg a fény, a szabadság, a nap megint csak egy isteni szimbólum, amiben mindannyian beleolvadunk. Ahogy fúj a szél, ahogy lebben a fátyol, a legfelszabadultabb kép, olyan, amikor valahonnan tényleg ki tud az ember szabadulni, és először vesz egy nagyon mély, nagyon igazán szabad levegőt. Én valahogy ezt érzem meg, annak az erejét, hogy merek lépni, dönteni, erőt merítek a fényből és a belső igazságérzetemből. Viszont hogyha elindulunk egy úton, akkor szükséges, hogy szembesüljünk a legmélyebb lelki blokkjainkkal, vagy akár felszínre kerülnek a megkövült érzéseink. Úgy gondolok az alkotás folyamatára, hogy jobb kezet nyújtunk a Jóistennek, hogy kifejezze, vagy a világnak, az univerzumnak, hogy kifejezze önmagát, a mély jelentéstartalmokat. Hogyha van egy ilyen kérdés is, hogy hát erről a képről kérdez valaki, hogy ez hogyan született. Kifejezetten szomorú voltam, amikor erre a tájra értünk, mert nagyon szerettem volna homokos sivatagba kerülni, de valahogy a tanácsadóink, a lehetőségek, úgy mondom, a sors ide vezérelt erre a tájra, és a kísérő társam, Bársony Júli, egyszer csak megállt, és felmutatta ezt a követ. És hát ő ezt megtalálta, meglátta, és ez egy csodálatos dolog volt, mert ő ezzel kizökkentett engem ebből a hangulatból, és persze rögtön mondtam, hogy szuper, akkor kérlek, öltözz be, és akkor csináljuk meg ezt a képet. Természetesen ebből a kőből egy darab volt, és ahogy a többi kép is montázs, úgy ez a kép is montázs, egy picit mindegyik alak másképpen tartja. Csodálatos volt, hogy éppen akkor telehold volt, és feljött a telehold. Ugye a hold ugyanúgy a nőiség szimbóluma, a női spiritualitás szimbóluma, mint ahogyan ez a fekete ruha is. A leborulás, az imádságnak a szimbóluma, maga az érzés rendkívül maradandó számomra, amikor ezeket a képeket készítettem, a sivatagnak ez a csodálatos csendje. Asszonyok táncolnak, mint hogyha merítkeztek volna az éjszakai imádságból, mint hogyha le tudták volna tenni a ha voltak terheik, itt igazán felszabadultan tudnak létezni. Magának a táncnak is az üzenete, hogy merjünk mozdulni, és ezáltal felszabadítani önmagunkat. És még két kép van hátra, a belső béke című kép, ez a meditáció állapota, amikor annyira meg tudunk nyugodni, le tudjuk magunkat nyugtatni, hogy csak befelé figyelünk. Tekinthetők úgy a képek, mint hogyha minden, ami az asszonyok körül látható, maga a táj, az, mintha a belső világuknak a kivetülése lenne. Ugye ez a kék szín kereszténységben is a Szűz Mária, az igazi mély nőiességnek a szimbóluma. Mindenképpen az egyik legkedvesebb képem, ez az utolsó kép. Az út leges legelején jutottam el a szívemhez legközelebb álló tájba, a szíva mellett fekvő nagy homoktengerbe. Vitte tovább ez a kérdéskör, a belső templom, belső szabadság, ruha, esetleg szerzetesi ruha, mint templom, más tájakra, projektekbe. Ez a téma, ez végig kíséri az én alkotói munkásságomat, ha lehet így mondani. Én kifejezetten ezt érzem, hogy erről kell beszélnem, és nem is nagyon tudok másról. Minden előadásban valahogy erről a belső világról próbálok formákkal beszélni és kifejezni dolgokat.